az Ibrányi László Művelődési Központ. Sokak számára csak egy a sok közintézmény között, de 18 kárpátaljai magyar közvetetten ennek az épületnek köszönheti, hogy megmenekült a háború borzalmaitól. Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere azt mondta, a település vezetése első kézből érezte meg az orosz-ukrán háború hatásait, mivel a háború kitörésekor épp egy kárpátaljai brigád dolgozott a helyi művelődési ház korszerűsítésén. Február 24-én egy 18 fős kárpátaljai munkavállaló brigád maradt itt Ibrányban, akik itt dolgoztak éppen a Möldősi ház korszerűsítésén, energetikai korszerűsítését végezték el, és ők bizony aznap már nem tudtak hazamenni. Őróluk gondoskodtunk az első naptól kezdve, illetve nem csak róluk, hanem a közben hozzájuk ideérkező családtagjaikról is. Úgyhogy ez egy nagyon hirtelen jött feladat volt, de azt gondolom, hogy közösen a civil szervezetekkel, vállalkozókkal, intézményekkel, magánszemélyekkel meg tudtuk ezt oldani. És a mai napig is vannak itt egyébként Ibrányba, Ukrajnából, illetve a Kárpátaljáról érkezett menekültek, akikről a mai napig is gondoskodunk. A jelentősen megemelkedett energiaárak miatt az önkormányzat ősszel döntött az Ibrányi László Művelődési Központ és könyvtár nyitvatartásának korlátozására. És más intézményekben is takarékossági intézkedéseket vezettek be. Ezek azonban nem befolyásolták a már megnyert pályázatok megvalósítását, köztük több bel- és kültéri út felújítását, mintegy 392 millió forint értékben. Ez egy 110 millió forintos nagyságrendű pályázat volt. Ennek köszönhetően 7 belterületi utunkat tudtunk felújítani, illetve pontosabban fogalmazva, 5 utcát felújítani, és 2 pedig új építésnek számított, hiszen ezen az utcákban nem volt még korábban szilárd burkolatú út. Ugyanilyen nagy öröm volt számunkra a külterületi mezőgazdasági útfejlesztésre nyert támogatás, ez 282 millió forint összeget jelent. Itt pedig a Nagyerdő település részről a tiszaparti megközelíthetőséget tudjuk javítani, 4,5 kilométeres hosszan egy zúzott köves mezőgazdasági útalappal, ami azért is fontos, hiszen a tiszapartunkat jelenleg kizárólag csak a töltés elérésével tudjuk megközelíteni, ami elég veszélyes, és igazából nem erre találták ki a párhuzamos közlekedésre. És egy olyan útalapot szeretnénk itt megépíteni a Nagyerdőn, a Tiszapart felé, amely nem csak a mezőgazdasági gépeknek, hanem a Tiszapartra kilátogató turistáknak is egyébként könnyebbséget jelenthetne. Trencsényi Imre polgármester a 2022-es év legnagyobb sikerének azt tartja, hogy a januárban beadott pályázatok mindegyikét megnyerték. Január 14-én adtunk be 3 topuszos pályázatot. Ennek az összértéke több mint 1 milliárd forint, és nagy örömünkre szolgál, hogy mind a 3 beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A polgármester hozzátette, sikerült a korábban magánkézbe került régi ifjúsági tábor területét visszavásárolni, amely egy komplex átalakítási terv részét képezi, akár csak az Ibrányi Városliget fejlesztése. Itt vagyunk a Városliget területén, amely az önkormányzatnak a tulajdonában van. Itt egy-két szomszédos telket fogunk még elcserélni, hiszen itt fog megépülni az a többfunkciós épület, ahol egyrészt van egy közigazgatási funkció, hiszen ide fog kerülni a munkahelyi kirendeltségnek az épülete. Lesz itt kereskedelmi funkció, kávézók, üzlethelyiségek, valamint sport és rekreációs funkció is meg fog itt valósulni, hiszen lesz fitnessterem, konditerem, sószoba. Próbáljuk a gyerekeket, családokat, fiatalokat bevonzani majd ebbe a épületbe, és magába a Városligetünkbe, ami már most is egy gyöngyszeme a településnek, hiszen a szabadtéri rendezvényeink nagy része itt szokott megvalósulni. Nagyon fontos eleme még a pályázatnak, hogy 300 méter hosszan rekordtán futópályát tudunk építeni ide a ligetbe. Az Adi úton át a katolikus templomkerten keresztül a Városligetbe vezető sétányt is kialakítanak majd. Emellett egy okos zebrát és 46 darab kamerát is nyertek a pályázaton. A második legnagyobb összegű, szintén 500 millió forint közeli támogatást egy óvoda felújításra tudják majd fordítani, amely jelenleg a baptista egyház fenntartása alatt áll. Ezek mellett az önkormányzati épületek korszerűsítésére is nyertek 62 millió forintot. A 2023-as év jelentős beruházásokkal folytatódik Ibrány számára, amely idén ünnepli várossá válásának 30. évfordulóját.